A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara hálózata országosan mintegy ezer szolgálati ponttal működik, az idei bővítéssel 700 főre nőtt a falugazdások száma. szabolcs Szatmár Bereg vármegyében a kezdetektől, vagyis már 30 éve szolgálja a magyar agráriumot Károly László falugazdász, aki 35 perc című műsorunkban beszélt a három évtizedes tapasztalatairól. Mindent elvárnak tőlünk, hogy most oldjuk meg azt a problémát, amit meg kell oldani. És úgy nyújtsuk be a kérelmet, hogy ő ebből profitáljon, pénzt kapjon. A fiatalabbaknak is ez a céljuk, csak ők már konkrét megoldásokkal vagy megoldás rendszerekkel jön elő, és akkor abból segíteni, hogy mi lenne az, amit ő legjobban egy meg tud csinálni. Nem kerül neki jóval több hozzájárulásával, anyagi, illetve idő. Well, nem, nem több, ezeket meg kell, hogy csináljuk, illetve segítsük. Károly László úgy látja, a mezőgazdasági ágazatban nem jellemző a fiatalok lemorzsolódása. Azok a fiatalok, akik a már meglévő családi gazdálkodást veszik át, többnyire folytatják a vállalkozást. Ezzel együtt generációváltás jelei tapasztalhatók az agráriumban. A termelők csökkennek, mert vagy elhalálozik, vagy már nem bírja fizikálisan ezeket a tevékenységet, Az ismerek 82 éves termelőt, és aki még folyamatosan részt vesz a gazdálkodásba, ugyanúgy műveli a földterületet, mindent megcsinál, amit éppen az ő fizikumához, illetve a lehetőségéhez mérten mindent meg tud csinálni, de egyre jobban fog legalábbis úgy véljük, hogy egyre több olyan fiatal mezőgazdasági termelő lesz, aki tovább fogja ezt vinni. Igaz, van olyan ágazat, hogy az állattenyészése gondolok, amit ezek a fiatalok nem nagyon uh, fogadnak kebleibe. Mert ott 24 óra, 24 óra, 365 nap, 365 nap kell tevékenykedni benne még magával, egy ültetvényel vagy szántóterülettel. Vannak időszaki munkák, amikor aztán tényleg hajtani kell, de utána van egy kis lélegzetvételhez lehetőség az állattenyésztésben nincs. A támogatási rendszer hazai és Európai Uniós szabályainak változása folyamatos kihívás elé állítja a gazdákat a pályázatírástól a vetésen át a különböző növényvédelmi szerek alkalmazásáig, és ezekben a kérdésekben is segítséget tudnak nyújtani a falu A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara honlapja segítségével bárki rákereshet, hogy a lakóhelyhez legközelebb hol található falu iroda.